Én azt gondolom, hogy hogy ez egy hármas verseny volt, egy kiélezett hármas verseny volt egészen 10 nappal ezelőttig, ahol valójában a főpolgármester jelölti vita hozott egy a vártnál nagyobb változást, hiszen egyrésztről a korábbi várakozástól eltérően Karácsony Gergely nem szerepelt ezen jól, nem tudta még a legalapvető várospolitikai intézkedéseit sem megvédeni, sőt kiderült az, hogy olyan ígéreteket tett a korábbi kampányban, hogy nem indul el ezen a 24-es választáson, hogyha azokat nem teljesíti, én ott ezekkel szembesítettem, ő maga ismerte el a saját szájával, hogy nem teljesítette ezeket. Tehát egy olyan világos helyzet állt elő, hogy szerintem a választók nagyon nagy számban ellenzéki, a kormánnyal nem szimpatizáló választók és a kormánnyal szimpatizáló választók is arra jutottak, hogy Budapesten változásra van szükség.